Folytassuk, mégpedig ott, ahol múltkor abba hagytuk. Igazából a Dream City DLC-vel foglalatoskodtunk, és annak tartunk a vége fele. Gyakorlatilag csak boss fight-ok vannak. Ha jól sejtem. Igen, azért vagyunk itt, mert meghaltunk, nem meglepő módon. Ma a második IKEA-s parafa alátétemet égettem el a sütőben, mert rátapadt a tepsi aljára. Hát oké. Nekem jó napom volt. Köszönöm szépen, stopsoros. Kurva életbe. Tudnám, hogy merre kell menni. Nem erre, ugye? Itt a lifttel, ugye? Szóval délelőtt itthon mókoltam, délután meg Londonban sétálgattam a parkokban, mert fasza idő volt. Ki kellett volna ugrani, ugye? Valami úgy rémlett, hogy valahova le kell ugrani. De akkor nem ide. Shortcut határozottan. Az, hogy nem vesztettünk szót, mert nem volt. Jó. Várjatok csak. Erre? Nem erre. Jó. Mindjárt emlékszem egyébként. A lenti bosshoz mehet az online mód, de már mint a Sarihoz? Gondolom nem. Midir. Oh, oké. Okay. A templom az oké, az oké. Először midél legyen már. Na mindegy, szóval ma tök jó napom volt, kaptam egy jó hírt reggel, úgyhogy rendben van. Délután meg a szép időben sétálgattam. Hello, Shadita Drissia, szia. Semmi baj.
semmiről nem maradtál esedit, Adri. Meghaltunk egyszer a gravitáció, egyszer meg a boss miatt. Nem baj, jó lesz ez, jó lesz ez, csak időt kell neki hagyni. Miért szar a Windows? Hát mennyi időtök van, mármint így? Kérdésekre azért nehéz belátható időmben válaszolni. Na mindegy, jött egy update és mindent tönkretett. Mármint ilyen hangbeállítást, videóbeállítást, nem működik az Nvidia Broadcast. Na mindegy. Full nevermind, nem tudom, hogy ez mit jelent. Hogy betették Explorer Dependency-be a recall-t. Ez amint régen volt ez a reklám, amikor ment a nő az autószerelőhöz. Kicsit szexista volt a reklám. És mindent, amit így mondott az autószerelő, ilyen, mintha így titkosítva lett volna ilyen más nyelven. Hogy telt a hetem? Jó, sok munka volt. Még kolléganővel kellett foglalkozni.
kicsit el van veszve a PHD témájában, aztán nekem kellett pesztrálni egy kicsit. Meg még ez egy folyamatban lévő dolog. Úgyhogy... ja, de amúgy jól telt. Viszonylag nyugis volt. Hétfőn volt állásinterjúm. Menő mi. Az a helyzet, hogy ugye lejár a szerződésem januárba, ott ahol most vagyok, és nem sikerült még úgy grantet megnyerni. És annyi a lényeg, hogy volt állásinterjú, és amúgy ma reggel a jó hír az volt, hogy meg is ajánlották az állást. Kellett-e kódolni? Kellett. De semmi különös. Na, ez a pozi, ez egy Senior Research Software Engineer. Annyi a poén benne, hogy hát tulajdonképpen ugyanaz a research team, mint ahol akivel most is dolgozok. Csak, hát research team, hát a kollaborációs csapat, csak az Oxfordon. Úgyhogy, ez azt jelenti, hogy januártól az Oxfordon fog dolgozni. Már nincs hílünk? Hát az kurva jó. Hova tűnt? Mármint a híl. Ez egy bullshit. Ó, stopcsoros, nem szabad, nem illik. Hát meg amúgy top 10 különbség, hát nehéz. Na, úgyhogy ennyi amilyen jó hír volt reggel, meg ami úgy most jó hír, mert azért elég csücskös így, hogy januárban lejár a szerződésem, és
Hát még nem találtunk fundingot. Van beküldve, és valószínű januárig lenne eredmény is, csak az a szívás, hogyha egyik grand se nyer, akkor se állás, se vízum. Így viszont van egy kis ilyen idegnyugtató része a dolognak. Nevermind, már nincs EU-s pénz. Tehát nem az, hogy nehezebb leírni, nincs. Tehát... pont. Miért lenne? Na, de ez mondjuk nem különbség az Unidebbel. Tehát lehetne ilyen, hogy top 10 hasonló, tehát 10 hasonló dolog a Oxford és a Unidebb között, EU-s pénz egyikbe sincs. És az igen fix term, de ott van option extensionre. Hát meg az egy olyan hely, ahol mindig lesz pénz, az a helyzet. Hát azért Debrecenben a professzori fizetések már annyira nem rosszak. Már helyi... helyi viszonyok szerint. Hát nem... Hogy a commute több lesz-e? Szerintem költözünk. Kész. Innen nagyon nem praktikus, mert hát majd 2 óra lenne. Úgyhogy nem kivitelezhető. UCL is olyan? Hogy jön ide a UCL? UCL-en is van pénz, igen.
Stopsoros, hát ez idő kell. Tehát nyilván az, hogy Oxford, lehet azt holnap is nézegetni. Sőt, valószínű holnap nagy részt ezzel fog foglalkozni. Mert azért januári kezdéssel azért kell nézegetni az albérleteket, maradjunk annyiba. Mert az itt van nagyon, nagyon-nagyon közel van már az. Oh shit. Nem baj, visszaküldjük a liftet. Tapasztalt Souls játékos. Szóval... Ja, 2 hónap az csücskös, de tudod, ez olyan, hogy van egy hatalmas előnyöm, hogy nem hallgató vagyok, tehát hamarabb kiadják az albérleteket. Hallgatóknak kicsit nehezebb azért az élet ilyen szempontból. Még Oxfordban is. Alig érezhető laggok. Mondhatni mikrolag, 4-5 másodpercig. Me off. Second phase. Azt csodálkoztok, hogy iszom? Ah.
Szóval, ha mész, költöztök is. Hát ez nem kérdés, hogy megyünk. Tehát ez persze. Úgyhogy, ja. Nyilván van, tehát tudjátok, van az a mondás, hogy ugye fociba, hogyha a Real Madrid hív, akkor annak nem mondasz nevet. Hát kb. Ilyen az Oxford is, ugye, hogy ha az Oxford megajánl egy állást, akkor... akkor oda mész. Nyilván szó se róla, szeretek ott dolgozni, ahol most vagyok, mert tényleg nagyon jó a team, jó a téma. De hát ugye félig kényszer, nyilván, mert nincs funding. Meg félig... félig azért jó is, tehát nem. Ez elő nem lehet elfutni. Ezt be kell nyelni mindig. Hát ezt meg nem kéne elbaszni. Igen. Hát na jó, úgy oké, hát ha messze megyek, akkor persze. Jó. Nem tudom, hogy ez jó-e nekünk ez a... ruha, mert igazából izét kéne, Fire Resist, meg Dark Magic Resist. Emlékeim szerint ez jó. Ja, jónak tűnik. Gondolom nyilván a Havel Armor az a szob még ennél is. Hát igen, Fire ellen, de akkor meg az a baj, túl súlyosak vagyunk. Igen, Nevermind, ezt próbálom csak. Meg igazából a fejét próbálom, mert ott több a damage. Sokkal jobb. Sokkal több a damage. Pestilion Mist? Olyan van nekem? Se tudom, mi az. Van summon, de nem éred utol, mert repkezni kezd. Hát, nagyon jó. De mi az a mist? Sose használtam. Oké, azt látom, csak hol van? Gondolom az túl, nem? Sorcery. Jó, de hát én ezt tudom használni. Végül is csak 20 szintre vagyunk tőle.
Ah, nem, már nem foglalkozok ilyennel. Ha nagyon nem megy, itt hagyjuk a picsába. Azt kész. Optional boss, szóval tök mindegy. Írtál egy majdnem hibátlan zégelcsét, Adri? Na, az nagyon jól hangzik. Az nagyon-nagyon jól hangzik. Azaz, igen. Igen, most beadta az ultimate kombót. Lézer, Tailswipe, volt minden. Na mindegy. Szóval, ja, jó hetem volt, ilyen élménybeszámolót kell tartani a kollégáknak Marokkóról. Na, az egyik kedvenc ilyen anekdótám még mindig az, amikor így a hotelba kajálok vacsora, és akkor hát tajin volt, kérdezem, hogy milyen húsból van, és akkor mondja a srác, ilyen, hát ilyen fiatal srác, mondja, hogy chicken. Tudod, így nézem, gyanús, volt benne valami nagy csont, de tudjátok, így elvágva. Kérdezem, hogy are you sure it's chicken? Yes, yes, big chicken. Én meg így mondom, big, half big. De érted most, tehát egy
Big Chicken. Mi? Az meg Struc vagy mi? Tehát... Na mindegy, ezt elszaladt a srác. Megkérdezte angolul tudó kollégáját. Majd kiderült, hogy pulyka. Hát végül is az Big Chicken. Ja, de mondjuk, igen, tevét nem ettünk, az nem volt. De birka az volt sok. Tehát birkát azt ettünk.
Ja, nem volt rossz. Itt ott picit jobban kéne a timingot. Mert igazából a dodge-oknál van hiba. Hát az, hogy most a tűz elér, az nem lenne nagy gáz. De ja, dodge-okra jobban kéne figyelni. Na mindegy, szóval a Big Chicken az jó volt. Nem, a kaja nagyon jó volt szerintem. Így általában marokkói kaja íz lett az összes ilyen helyi. Érdekes, hogy a birka húsnak nem volt olyan birka íze, mint ami mondjuk otthon. Mondjuk lehet azért, mert bárány. Na, de nem érzem most. Opa. Hagyd már abba.
Oké. Jó, voltam, mászkáltam egy kicsit hotelen kívül, persze. Nem sokat, egy nap mentem be a Medinába, tehát az óvárosba, meg megnéztem egy szukot, egy ilyen piacot, kb. Ennyi, ilyen power walk volt. Hát nem hiszem, hogy a fagyútól. Én ettem olyan birkahúst, ami nem volt fagyús. És volt, hát olyan jellegzetes birka íze. Na mindegy. Ja, ételmérgezést én nem kaptam. Jó néhány kolléga kapott egyébként. Volt, aki a második nap kapott, és még így a hatodik napon is azt szenvedte. Elég kellemetlen. Én megúsztam. Nyilván figyeltem meg, amennyire csak tudtam, de hát ez most ilyen, érted? Nem tudom, mi történt most. Az első, szerintem 10 try-ban nem csinálta ezt a lézerezést. Na mindegy, szóval ja, jó volt Marokkó, a gála vacsorán volt egy ilyen lovas bemutató. Igazából semmi különös, csak lovagoltak, meg lőttek ilyen kurva nagy puskákkal. Amitől mindenki megijedt. Pedig én mondtam, hogy hát biztos, hogy lőni fognak, hát puska volt a kezükbe. Ó, de hogy lőnek, mit lőnének? Nyilván lőttek. Na mindegy, de másnap beszéltük egy kanadai, hát ott volt résztvevő, nem tudom úgy, hogy nem ismertem előtte, és azt mondta, hogy hát igen, ő azért úgy annyira nem volt megelégedve a showval, mert hogy itt lovaglás volt, meg minden, és azért lehetett volna egy kicsit úgy cizellálni jobban. Még egy. Az igen. Aztán mondtam neki, hogy hát mondom igen. Tudom, mert ugye hát mondtam neki, hogy magyar vagyok, és hogy ugye itt azért a lovas bemutatók kicsit máshogy néznek ki. Még egy.
Na mindegy, azt mondtam neki, hogy magyar vagyok, hogy tényleg a lovas bemutatók itt milyenek, és akkor mondja, hogy hát igen, tudja, mert hogy ő volt Bugacon. Mert hogy valami konferencián volt Pesten, előadott, és hogy ott Bugacra vitték el őket, ami hát azért, na, nem kicsi út, tehát nem az, hogy kiviszem őket a szomszédba, de na mindegy, Bugacra vitték el őket ilyen lovas bemutatóra. Mondjuk hát hova máshova, ha nem Bugacra. Én meg mondtam, hogy kb. Onnan származom, hát nyilván Kecskemétről, de az azért elég közel van. Aztán végül kiderült erre a fickóról, hogy a Jan Le Cunnek egy kollégája. Mondom, ó. Oké. Voltak nagy emberek azon a konfin, maradjunk annyiba. Hozok egy sört. Már is jövök. Na, ez már egy másfajta sör. Meg van tükrözve a kamera. Szóval ez egy Proper Jab IPA. Igen, ez világosabb jóval. Mindig szóval haverkodtam sokat a konferencián, az mindenképp fontos. A részben azért is megy az ember, ugye, hogy... hogy konzultáljon meg, kapcsolatépítés. Szerencsére abból volt sok. Azóta van is pár ötletem, hogy mit lehetne csinálni. Nagyon sok ilyen generatív AI, tehát ez a... Hát Diffusion modell volt, aminek szerintem olyan a cikkek 80%-a szemét, de volt egy-kettő olyan, ami tényleg tényleg olyan jónak tűnt, és volt egy-kettő, ami kifejezetten MR-kép generálásra volt. Már is mondom. Szóval MR-kép generálásra volt főleg. Hát nyilván az a érdekes nekem.
Hát ez most remek. Ez egy remek kör. És nagyon sok... Jó ez a sör. Szóval sok ilyen MR-kép generálós modell volt, és mindegyiktől megkérdeztem, hogy... Mert tudjátok, vannak mindenféle ilyen metrikák, hogy hogyan lehet mérni a jóságát. Többet ki is találtak, Na mindegy, volt pár ilyen javaslat is, hogy miket lenne használni. Ugye az lenne a cél, hogy föltanítanának ilyen alapmodelleket, ilyen szintetikus MR képekkel is, mert hogy ugye a valós MR kép az, tehát kevés. Tehát ahhoz, hogy egy modell jól működjön, az nagyon sok adatra kell föltanítani. Ugye ez a deep learningnek az egyik ilyen tulajdonsága, hogy nagyon sok adat kell, akkor működik jól a modell. És lehetőleg legyen elég nagy variancia az adatba, meg sok, na mindegy. A lényeg, hogy ugye medical image-ből, tehát olyan orvosi képekből, most teljesen mindegy, hogy az MRCT vagy mi, abból relatíve kevés van. Tehát nincs annyi, mint mondjuk kiskutyából, vagy na értitek. És emiatt problémás ugye a modellek tanítása. Tehát nem jól generalizálnak ezek a modellek. Ez most mind megérdemelt volt. Szóval az volt a... Tehát ez az alapkoncepció, hogy kevés az adat, és akkor ilyen szintetikus adattal próbálják a datasetet növelni. Ennyi. Csak ugye ez az kell, hogy... hogy a szintetikus adat az bizonyos értelemben realisztikus legyen. Csak hát ugye mi a realisztikus? Ugye hát ezt azért nehéz definiálni. Na mindegy, és akkor különböző metrikákat találtak ki. Amivel ezt lehet valamelyest mérni. Ugye kvantitatívan, vagy kvalitatívan, na mindegy. A lényeg, hogy ez azért mérhető. És mindegyiknél megkérdeztem, hogy esetleg olyat csináltak-e, hogy ezekből az MR képekből, szintetikusokból visszaállították-e esetleg a Surface-t. Shit, elbasztam a Dodge-ot. Mert hogy ugye mi Surface Processing-gel foglalkozunk főleg, és tudod, nekünk érdekes lenne az, hogy azt esetleg megnézték-e. És senki nem nézte meg. Tehát, hogy az realisztikus-e?
Mert tudjátok, hogy ha van egy MR kép, ha az realisztikus, tehát valós MR kép, amit így rendes MR géppel csináltak meg minden, akkor abból ugye vissza lehet állítani a Surface-t, és az jól is fog kinézni, tehát nem bullshit. Na most, hogyha egy modell olyan képeket generál, amiből ha visszaállítjuk a Surface-t, akkor bullshit, akkor nem jól működik a modell, tehát nem realisztikus MR képeket generál. Make sense. Lehetne olyan modellt, ami szétválogatja a szintetikus és a valódi felvételeket. Hát na jó, de hogyha ilyen modellt tudsz alkotni, akkor tudsz olyan modellt alkotni, ami jó szintetikust generál. Mert hogyha van egy modelled, ami el tudja dönteni, hogy valami szintetikus vagy valódi, akkor valószínű tudna generálni, tehát akkor, mert ugye a generálás is úgy megy, hogy generál egy mintát az eloszlásból, de ez mindennel így van, nem csak a MR képekkel, hanem úgy in general mindennel, hogy generál az eloszlásból egy mintát, és azt egy úgymond másik modell eldönti, hogy valós-e vagy nem. Tehát, hogy generálsz egy mintát, és eldönti, hogy abból a eloszlásból van-e, amiből a valós adat. Vagy hát legalábbis van egy ilyen megközelítés is. Ha adtok egy percet, mondom is, hogy mi a neve ennek. Diszkriminátor, igen. Gondolom, ezt a szart nem lehet posture breakelni, mi? Hát tulajdonképpen így van Nevermind, tehát ez a, hát diszkriminál. Szóval, ja, ez lenne most az ötlet, hogy azzal benchmarkoljuk ezeket a generatív modelleket, hogy visszaállítjuk belőlük a Surface-t, ugye arra van algoritmus, tehát az működik, és ha bullshit, tehát erre nekünk van metrikánk, igazából ilyen Hausdorff distance, meg különböző ilyen távolság metrikák, hogy
mi az, ami még elfogadja, mi az, ami nem. És hogyha nem tudjuk visszaállítani, vagy tényleg ilyen, tehát nem jó a Surface, akkor azt mondjuk, hogy ez a modell szar. Ha meg jó, tehát visszaállítjuk a Surface-t, és jó, és tényleg olyan, ami akár a valóságban is lehet, akkor meg van több százezer Surface-ünk, ilyen szintetikus datasetből, ami tök jó, mert akkor meg a saját modelleinket tudjuk feltanítani. Úgyhogy ez lenne most egy ilyen projekt ötlet. Aztán ezzel még esetleg tovább lehetne úgy menni, hogy már is mondom. Csak. Midi nem hagy békén, hogy. Ezt visszacsatolni a. A modell tréningbe. Elrontottam. Shit. Tehát, hogy tréneljük a modellt, és amikor megy a teszt, pontosabban amikor ugye nyilván a jóságát mérjük, akkor lemérnénk a Surface jóságát is. Tehát úgymond a loss függvénybe beintegrálni. Na, szóval ezért volt jó a konferencia, már szakmailag, hogy jött ez az ötlet. Annyiban egy kicsit szívás ez a Surface dolog, hogy elég sok idő visszaállítani. Tehát MR-képről klasszikus módszerekkel olyan 4-5 óra egy Surface-t visszaállítani. Persze ezt lentebb lehet nyomni, mert nem kell az agynak minden egyes részét, tehát mit tudom én, csak a kéreg az, ami kéne. Ez meg kicsit hamarabb megvan. Ugye Imperiálban dolgozik egy kolléga, aki ugyanezt csinálja ilyen deep learning módszerekkel, az mondjuk ilyen néhány perc alatt megvan. Az egy picit olyan jobban használható. Nem tudom, hányszor próbáljuk még meg Midiért. Lassan unom egyébként, megmondom őszintén. Tehát elég monoton ez a dolog.
Úgyhogy most valószínűleg az elkötelezendő néhány hétben ezzel fogok foglalkozni, hogy ezzel is, hogy kicsit úgy kiszakirodalmazom ezt, hogy te körbenézni ilyen cikkeket, hogy foglalkozott-e tényleg valaki ilyesmivel, mert ha nem, akkor itt egy research gap, ha meg igen, akkor meg megnézni, hogy mit csinált, hogy csinálta, és akkor azt úgy vagy kiegészíteni, vagy tudom én, hozzáadni valamit. Figyelj, engem az eszeleb az a legkevésbé sem érdekel. Tehát az a helyzet, hogy endgame-be vagyunk, a fegyverünk maxos. Hát igen, NG pluszra lehet értem, igen. Kérdés az, hogy NG plusz az lesz-e. Ó, tetszik nagyon a Dark Souls, tehát ez nem kérdés. Tehát nyilván ez a boss fight, ez olyan, amilyen. Állítólag olcsó megúsztuk. Hűha.
Igen, amúgy bent ilyen végtelen ciklusba. Mert megcsinálta háromszor, négyszer ugyanazt a ilyen kombó atakot. Értük ez, amikor üt kettőt lefele, meg nyomja a tüzet. És az az, amit most már elég jól tudok. Az esetek felében elszaladok a tűztől. És utána szép lassan megfordul, vagy csinálja a T-swipe-ot, de mindkettőt meg tudom oldani, és utána már csak ütök a fejére egyet, vagy kettőt, attól függ, hogy sikerül. És így szépen le lehet csipegetni. Tehát ez a tax, amit most így látok. Hát most nem sikerül. De mondjuk ez a izé. Jó. Ez pont nem érdekel. Oké, mondom, tudom, hogy mi a megoldás erre is, csak nem mindig sikerül. Hát most a lézert ki lehet dodzsolni, utána meg az, hogy fölrobbanok-e vagy nem, hát helyezkedés kérdése, hogyha nagyon szarú helyezkedek, akkor tök mindegy, mit csinálok, így is, úgy is meghalok. Ha jól helyezkedek, akkor van esély, hogy sértetlenül megúszom. Ennyi. Most jól helyezkedtem. Erre bekapok egy ilyet. Hol van? Igen, jön a tűz. Most, igen, nem volt stamina. Megint jön a tűz. És akkor jön a fej. Na most mi lesz? Ó. Oh.
Hát így is le lehet csipegetni amúgy. Hoppá. Most nem figyeltem. És elbasztam a... Ó, élünk, várjál. Kérdés, hogy meddig élünk. Oké. Okay. Hílálni kellett volna. Köszönöm a cheer-cherit, Adri. Találtam-e? Ja, találtam-e kavicsot. Nem. Megmondom őszintén, hogy... Nem találtam olyan kavicsot, amit... Eszembe jutott egyszer-kétszer, maradjunk annyiba, de... De nem volt kavicsos. Tehát... Nem találtam olyat, ami alkalmas lenne erre a célra. Sajnálom. Ja, tényleg nagyon sok HP-ja van. Meg alig sebezzük. Tehát... Na, a fejét tudjuk sebezni elég jól. Tehát az, az oké. Okay. De hát ez, hogy... Belütök a lábába, és 200 HP-t vesz le, vagy mennyit. Most mi van?
El kéne találni, az a helyzet. Közel van már amúgy, közel van. Két hét, jaja. Kettő a fejre. Nem baj. Mondom, megvan már, hogy úgy mi a tennivaló. Csak a hív, hogy el. Eltévedek, érted? Vagyok már ugva, az a baj. Na. Oké. Tegyük be az égbraut. De bo...
De ebből mindig van egy, tehát halálonként egy, vagy részhetenként egy, pontosabban. Összesen egy. Hát, van az a szitu, amikor valószínű pont ez az egy kell. Legközelebb végezzük, pózra adunk ezret. Mondjuk valószínű akkor is földöntene ez a tűz. Nem tudom, hogy ez a tűzi tűz, ez mikor nem dönt így fel. Most mi van? Nem tudja, mi van, érted? Ah, oké. Okay. Hűha.
Hogy? Hogy vagyunk életbe? Ó, baszki. Megvan. Megvan. Oké. Megvolt a tax. Na. Csak meglett. Oké. Elköltjük. Ó, atya ég. Nevermind. Beszélj a lépcső tetején az ajtóval. What? Ashen one, thou wishest then call I am a fa thou hast given me up. Very well, then tut haken. Nem tudom, adjunk még HP-ra. Hát, softcap-es. Ja, nem ez, várjam. Pssz, tök mindegy. A nagy lépcső a sok big boy-jal. Mayst thou thy peace discover. Na várjatok. Hol? Rémlik valami, de... Midérre. Ez mondja, hogy ki és balra fel. Oké. Okay. Ez már nem az a sör. Nem írtam át. Ja, tudom. Oké. De miért erre jövünk? Meg fogunk halni.
másik bonfire-től ez közelebb van, nem? Mondjuk ott meg... Hát igen. Igen. Ott meg más enemik vannak. Ja, mindig. Így se, úgy se jó. Jó, egyet kell lenyomni, már a többi nem jött. Vagy... Okay. Tudom, hogy plancsetekosok, csak hát ahhoz föl kell menni. Kétszáz IQ mi? Szóval föl kéne úgy menni, hogy nem jönnek utánunk. Még jó, hogy nem jönnek utánunk, mi? Istenem. Ez az ő is káosz, érted? Ó, hát még te hiányoztál ide, hogy rohadjál meg. Right. My most humble thanks. 'Tis thanks to thee the dragon erred not from his vows. Please, take this, a final gift of thanks. A slab. Now, hasten on thy journey, but wake not the slumbering princess, as the fire waneth does she lie by the dark, all for the sake of man. My humblest thank now. Hasten on thy journey, but wake not the slumbering princess, as the fire waneth does she lie by the dark, all for the sake of man. Jó. Na, akkor... Akkor ez a midír vonal, ez pipa. És akkor templom? Hasten thy journey, így van, stop soros, tökéletes. Ja.
Én is gondolkodok már ilyen, meg néha írok is ilyen, mert van egy Discord szervere a teamnek, és oda szoktam írni ilyen Souls game-es szövegeket. A kollégák nagyon díjazzák. A egyedüli brit a főnököm, ugye? Ő az, aki úgy nagyjából érti is, amit írok. Inner wall lift. Ó, tényleg. Na, és akkor most na várjatok, akkor playerek ellen boss fightolni? Ezt fejtsd már ki, nevermind, hogy hogyha bekapcsolom az online módot, akkor summoner, tehát akkor lesznek playerek is? Aha, tehát online mód és playerek, vagy NPC-k? Hát sose PvP-ztünk. Kellett volna? Itt volt Midir, nem? Ezen a hídon. Na most én. Látjátok ott az elsőt. Fejleszünk már ki ezt, nem? Ó, de kurva jól néz ki. Hát milyen jól nézek ki, nem? Jó, hát az FPS oké, persze. One second cast your special ability-nek, de hogy? Knight-nak volt, ez igaz? Most elfogyott az FP-nk. De milyen jól néz ki. Mindegy, visszatesszük a izét. Másikat.
Ez is jó. De az sokkal, sokkal jobban néz ki. Na, és akkor ide most a templomba bemegyünk, ugye? Oké. Okay. Elmegyünk, nem tudom, város nézni. Nem. Turn back, unknowing visitor. By the king's decree. Oké, vannak vagy hányan? What? Ez az előszoba. Oké. Okay. Big sauce. Lesbon fire? Lesbon. Elköltjük a szólt, jó? Türelmet adjatok már. Csak valamit elfelejtettem. Oké. Okay. Sorry. Bocsi, csak
majdnem betelt a tárhely. Nem töröltem le a Stellar Blade videót. Mayst thou thy peace. Okay. George of Filianor. Ja, és akkor ilyenkor, hogyha online módban játszunk, akkor playereket summonál. Nem pedig NPC-ket. Mondjuk az is biztos menő, egyébként. Hello. Shit. Bocsi. Összetörtük a tojását. Ja, mi ilyen just up oilosok vagyunk. Hát nem gondoltam volna, egy tojás összetörése ilyen sivataggá változtat mindent. Ha tudtam volna, nem nyúlok hozzá. A hamulejtő alján van a boss. Oké. Bocsi. Mennünk kéne valami pálmatexet, vagy valamit. Összeragasztani a tojását. Jó. Erre nem lehet jönni, király. Érdemes összeszedni a dolgokat. Oké, hát ez mindig így van. De hol vannak itt dolgok?
nincs meg a 8 óra alvás, akkor napközben is ilyen fonnyat vagyok. Micsoda luxus 8 óra. Érdekes, mondjuk lehet, hogy azért már kezdek, hát mindenki öregszik, maradjunk annyiba. Nem azt mondom, hogy öreg vagyok, de kezdek ilyen 7 órával. Dark, stricken creature. I am Shira, daughter of the Duke, descendant of gods, and trusted friend to Medea. At once, I am the honor of the gods, the glory of fire, and the fear of the dark. Thou shalt not go unpunished for thy treachery, thy profanity, and thy shameless yearning. Hát az hány híled van neked, hogy a Bran tegyen meg? Crucifix of the Mad King. Okay. Stuff. Nyilván sok mindenre nem tudjuk használni. Csak én nem láttam. Na várjál. Hábel, oké. Oké. Okay. Hát igen, varázslós. Jó. Oké. Okay. Szóval ja, kezdek megelégedni 7 óra alvással, sőt, néha már a 7 óra is olyan, hogy több, mint kéne, tehát akár még ilyen 6,5 órával is jól vagyok. De tényleg. Ezért igyekszem mindig tartani a 7 órát. Oh, Filienor. Help me, please. Jól vagy? Red Hood is come to eat us. Eat our dark souls.
Bonfire-től balra van Ring Knight. What? Őre gondolsz? Hello? Okay. Ó, ad egy szlebet. Meg egy csánkot. Nagyon jó. Oké. Akkor még mit csináljunk? Van még valami megnézni való? Ennyi? Akkor gondolom tovább egyenesen. Lejtaj, oké. Kösz, nevermind. Mit csinál? Handed over that thing, your dark soul, for my lady's painting. Hát nagyon ritkán segít Adri. Oké. Ennek is jó sok HP-je van.
Okay. Ülökött be Ariandel festményébe. Oh, oké. Oké. Adjatok egy percet. Már is jövök. Itt is vagyok. A bioszünet, illetve a harmadik sör. Mondom, most ilyen ünneplős hangulatban vagyok. Nem minden nap veszik fel az embert az Oxfordra. Jó, csapassuk. Ja, hogy így triggerelem. Értem. Most már nevermind, hogy miért mondtad. Tehát rögtön itt már a boss roomba megyünk. És jön. És jön. Nagyon jó. Oké. Hát igen, így valóban nehezebb lett volna föl szedegetni a dolgokat. Hogy nem talált el? Oh.
ez megint egy másik sör. Ez az Atlantic Pale Ale. Miért van megtükrözve, azt ma se tudom. Továbbra sem, de... Ja, ezeket még nem ittam. Jó. Nekifele nézek a képből. Igen, meg kikönyörögtétek, hogy... hogy látszódjon a... státusz. Akármicsoda. Healelni. Ezt heal nélkül kell megcsinálni. Rossz ütembe dodge-oltam. Nagyon korai ez a Phase 2. Miért félek attól, hogy lesz Phase 3 is? Oké. Ez az első Phase nem vészes. Jó, nem könyörgés volt, Sherit, Adri, kérted. Most mérges? Oké. Oh,
Okay. Igen, stop sor. Mi a baj? Semmi. Igen, az a baj, hogy ilyenkor nem marad stamina dodge-on. Harmadik fész, mi? Oké. Na, ez az, ami oké. Ez szívás lesz szerintem. Az első oké, arra oda kell figyelni, azzal nincs gond. A második, szerintem megoldható az is, meg kell tanulni a movesetet. A harmadik az érdekes lesz.
Nem értem el. Száz kekszel. Shit, Adri, az rengeteg keksz. Fűszeres boss. Tehát olyan dűnés. Shit, Adri, ez rettenetes volt, csak mondom. Iszágaib. Lehet, hogy el is megyek a BFI IMAX-be, megint adják a dűnét, a mindkét részt. Hová? Stopsoros, én a Dune 2-t a Leicester Square Odeonban néztem meg. Ez gondolom neked azért sokat mond. Egészen elképesztő élmény volt. Nyilván nem egy BFI IMAX, de a Leicester Square Odeon az tényleg egy legenda. És na, tehát tényleg ott a hang, meg a képélmény az egészen elképesztő. Mint ahogy néztem, pár hete néztük meg a BFI IMAX-be a Interstellart. Okay.
Okay. Nevermind, ez kurva jó. Én a Lilo és Stitch-et először egy 128x96-os 3GP formátumban néztem meg a Sony Ericsson telefonom alsóban. Egy osztálytársam küldett infrán. Atya ég, micsoda nosztalgia. Interstellárt a Hollywood hírügynökséges közös mozizással láttad először Apollóban. Oké, azért az nagyon komoly. Az nagyon komoly. Mármint, hogy Szirmai úrral. Az tényleg komoly. Én először nem is moziba láttam egyébként, megmondom őszintén. Régi szép idők, amikor Szirmai nagyot ment. Hát, igen, ő tartott egy nagy szünetet, ugye, mentális egészség problémák miatt. Nyilván azóta más a dolog, de mostani videó is jók. Meg ugye streamel Twitch-en is. Szóval... Várjál már, Tetya, hagyd híleljek be. Oké, lehet cancel-ölni a move-jait, ez egy fontos feature. Mondjuk ő nem cancel-öli a move-jaimat, hanem simán megöl. Viszont a charge attack, tehát érdekes, mert a két Fast Attack egymás után cancel-öli a move-ját, viszont a Charge Attack nem. Érdekes. De ja, én amúgy bírtam Szirmait mindig is. Tényleg az, hogy olyan szakszerűnek tűnt, ahogy beszél a filmekről.
Hát igen, stopsoros. Szerintem ő egy kicsit úgy besokalt. Szerintem, tehát ilyen klasszikus, tehát hogy sok volt neki a... úgy a meló, meg úgy minden. Tehát, hogy... Na, fókusz. Mint a fókuszról. Vagy lehet, hogy csak tudod, így elvesztette az ihletet, vagy nem tudom. Tehát tudod, hogy néha nekem is van úgy, hogy nem mintha hasonlítani akarnám magam szírmaihoz, mert hát közel-távol se. Csak az, hogy úgy az ember néha úgy besokal a dolgoktól. Tehát hiába csinálja szívesen, meg úgy szereti csinálni a dolgokat, de valamikor kell egy kis szünet. Hogy kidodzsoltam ezt a kombót. Ezt meg elbaszom, na mindegy. Túlvállalta magát? Hát... Igen, amikor az ember szeretné csinálni, mert szereti csinálni, csak úgy elfogy a mentális energiája, ha létezik ilyen. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen. De tényleg én is szeretem ezt. Szeretek streamelni, szeretek játszani minden, csak néha úgy... Úgy valahogy nem érzem azt, hogy most abban a pillanatban én ezt akarom is csinálni. Na mindegy, nehéz elmagyarázni, de valami ilyesmi. Jó, amúgy tetszik a boss, mert nagyon ilyen táncolós. Tehát nagyon jó ritmusa van, meg olyan... Jó. Ilyenkor van valami technikai probléma. Nem. A technikai probléma tényleg technikai probléma. Megmondom őszintén, hogy küzdök a technikával. Kezd ez a számítógép kicsit öregecske lenni.
Ezt most ő rontott el, megmondom őszintén. Mellém szúrt. Megérdemelt volt. Ilyen olyan ok. Hát, nyilván. Tehát sok minden van. Sok ok lehet, amilyen nincs stream. De a legfőbb ok az, hogy nekem nem ez a fő. Tehát én nem főállású streamer vagyok, tehát. Nekem ez ilyen hobbi tevékenység. És nyilván igyekszek mindig streamelni, amikor mondom a menetrendbe, hogy van stream. De valamikor tényleg közbe jön valami. És igen, az is előfordul, hogy nincs energiám. Rohadék. Hogy elment? Nem befér oda a heal? Nem fér be.
skriptelt. Hát igen, a 3-4 adás is olyan, hogy néha megterhelő. Nyilván ahogy a meló is ugye hullámokba jön, tehát valamikor megterhelőbb a meló, valamikor könnyebb, de hát igen, mikor mennyi energia marad, ilyen mentális energia. Scriptelt Nevermind? Hát amúgy minden boss fight scriptelt, most ha úgy vesszük. Csak a scriptből van RNG. Ja, Estusra, hát jó, persze, Estus trigger, igen. De ezt a Elden Ringnél már megtanultuk, hogy hogyan kell lekezelni. Főleg az ilyen melee bossoknál. Mondom, melee boss, erre lő. Hátrafele dodge-olok. Na mindegy. Szóval, ja, nekem a kedvencem továbbra is a... Fú, milyen Knight? Az Elden Ringbe. Az a rohadék, tudjátok. Milyen Knight? Crucible. Krúszi, az. Elfogy a stamina. Semmi baj. Kétszer egymás után ugyanaz beadja. Hát van ilyen. Nyilván van ilyen, mert messze voltunk. Igen, ez... Ez a legnagyobb rákfenéje ennek a buildnek, hogy a stamina az... Az nagyon-nagyon-nagyon kevés. Meg könnyen elfogy. Mármint, hogy... Tehát gyorsan elfogy. Mindegy, szóval a Kruszi az... Mennyit küzdöttünk vele, emlékeztek? Tényleg a... Egyik legnehezebb ilyen... boss az Elden Ringben, ami... aminek nincs külön neve. Tehát... Aki nem ilyen fő karakter a sztoriba... Szerintem a Kruszi az egyik legnehezebb. Nekem legalábbis mindenki.
Néha nem jön ki a matek így a fejbe. Pedig ez az egész... Souls... game... gyakorlatilag az összes... az matek. Egy rohadt nagy képlet számol folyamatosan. Matek néha nem jön ki. Nem a matek, nem a matekkal van a gond, hanem a fejjel van a gond, hogy én matekozok fejbe, hogy mennyit kéne ütni, meg hogy mikor ütöm lapos csört, meg tehát ilyesmi. Csak néha fejbe nem jön ki. És vagy azért, mert rosszul kalkulálok fejbe, vagy azért, mert van egy változó a gamebe, amit én nem veszek figyelembe, vagy nem tudok róla. Szóval, de mondom, amúgy tényleg ez a zseniális ezekben a Souls gémekben, hogy ott van az RNG, ott van a posture, ott van a nagyon-nagyon sok, úgymond, hát tulajdonképpen a stat, és hogy ez a sok-sok matek, ez úgy is működik, hogy millióféleképpen tudod játszani magát a játékot. Nem szabad messze menni. Hagyjál békén! Nem az, hogy láthatatlan...
Ez a harmadik fész, ez nagyon kemény. Vagy én laggolok, vagy a game. Ó, segít Adri. Köszönöm szépen. Jó éjszakát neked. Nem is emlékszem ilyenre, hogy mikor volt ilyen. Köszönöm segít Adria cheat, és köszi, hogy itt voltál. Köszönöm. Hát ja. Ez a final boss. Tulajdonképpen az egész Souls szériában. Vagy hát a Dark Souls szériában. Mondjuk lehet, hogy át kéne tenni a páncélunkat. Fire Resist itt nem sokat segít. Megérdemelt volt. Dark meg Blood plus Slash. Aha.
Twin Blades. Megnézhetjük. Ha megtalálom. Meg lesz. Meg lesz. Dark ellen ez jó, de a Darkot le tudom szerintem védeni. Inkább szerintem... Slash ellen kellene. Vagy Dark ellen? Lehet, hogy inkább Dark. Csak mert ugye kidodzsolom ugye a ütéseit, de ugye a follow-up az, ami Dark damage. Viszont Dark ellen meg ez a legjobb. Mármint, hogy az egyik legjobb. Flimpét ring helyett Karthus Milk ring. Hát jó, a Dark ellen ez a... Ez is jó. De nagy különbség nincs, szóval... Ez a legjobb Dark ellen. Hát megnézhetjük. Csonkok vagyunk. Ja, a Flameplate-nek Flame-nek semmi értelme. Karthus Milk Ring. Azt mondod. Hát a Flimpét helyett bármi más, igen, az kétségtelen. Jó. Nézzük a kardot, milyen... Most ugye itt a... Stamina. Jó. Thank you.
Jónak tűnik amúgy. Jó, jónak tűnik. Csak nem észnék őket. De ja, jó lesz, jó lesz. Még egy kicsit több Dark Magic Absorption jól jönne, de... mindjárt megnézzük. Igen, a range kevesebb. Igen, ez az, amit mihez hozzá kell szokni, de amúgy ez a bosshoz közel lehet menni simán, tehát ott lehet állni a seggébe folyamatosan, akkor sincs semmi probléma.
kabát dodzsolás az jól jönne egy extra táv. Jól jönne az extra táv. Hát igen. Hát ez a balansz ugye, hogy kevesebb stamina, vagy nagyobb táv. Is this the blood? Az első két fész az szerintem oké is, tehát az, az rendben van. A harmadik... azzal lesznek gondok.
Az agresszió. Az agresszió. Az, hogy oda mentem, azt adtam neki. Ó, atya ég. Micsoda fight volt ez is. Na ez, a boss fight, ez nagyon tetszett, ezt nagyon élveztem. Atya ég, mi volt ez? Na nézzük, mi történik. Most nézem, hogy micsoda tűsarkunk van. Isteni volt ez a boss fight, imádtam, imádtam tényleg. Nem történik semmi, mert DLC. De most komoly, nincs egy lezárása a DLC-nek. Nevermind, mondd, hogy nem így van. Elden Ring DLC-nek sem volt. Hát de ott megjelent... ugye a hölgy. Tehát ott az volt a lezárás, hogy lenyomtuk ugye Radahnt. És... hát igen, volt egy cinematic. Így van. A hölgy. Hát igen, a hölgy. Hát most elköltjük a szól, de... Na, hát 111-es szinten abba adjuk. Itt már felhős a mentés, igen. Na, hát akkor... alapvetően itt akkor most meg is állunk. Mert hát mi más csinálhatnánk. Tulajdonképpen a Dark Souls-t. Dark Souls 3-at végigjátszottuk. Az összes Souls boss meg volt. Na várjál, mert még Dark Souls 2-vel lógok. Tehát az, hogy az összes Souls boss megvolt, az még nem igaz. Dark Souls 3-ban igen. De ja, a DS2-vel még lógok. Tehát ugye hogy vagyunk? Ugye volt... Demon Souls. Az ugye 100% mindent megcsináltunk, amit lehet. Mondjuk ott a játékmenet eléggé egyértelmű. Szóval ott nem volt nehéz téveszteni. Utána jött a DS1. Annak ugye a remaster verziója. Ott ugye mindent megcsináltunk, amit lehet. Tehát azt mindent. Utána jött a DS2, amit elvittünk mondjuk olyan, hát meddig? Kétharmadáig, háromnegyedéig, nem is tudom. Viszonylag sokáig. Feléig? Oké, legyen a fele. De ott ugye... hát... voltak gondok. Úgyhogy az majd előről kezdjük. Ugye itt a utána jött a Bloodborne. Bloodborne-nal nyomtunk egy All Boss Rant. Mindent megcsináltunk, mindent kiszázszázalékoltunk a DLC-vel együtt, ugye a Old Hunters DLC-vel együtt. Ott hát két achievement hiányzik, szóval nem is All Boss Run volt, mert ugye ott a dungeonökbe hiányzik a ugye a Tumerian Queen gyakorlatilag. Szóval azt majd meg kell csinálnunk, de azt megcsináljuk mindenképpen. Csak szerintem így off-stream elmegyek a bossig.
Na mindegy, a lényeg, hogy az... Ott még van egy kis hiányosságunk, de a sztorit végignyomtuk. Ott is All Boss Run-nal, szóval csak a dungeonök egy kicsit úgy hiányosak. Ugye itt a DS3, nevermind, akkor erősítsd meg, hogy itt minden megvan, ami meg lehet. Tehát ugye a alapgame, meg a két DLC, minden. Amit meg lehet ölni, megvan minden. Itemek nem, endingek sem. Jó, hát nyilván a achievementekkel az a problémám egy kicsit, hogy ott tudod, vannak ilyen online achievementek, hogy ilyen-olyan itemet hogy tudsz megszerezni online gamebe, meg mit tudom én, az különösebben nem érdekel. Tehát nekem a offline single player az, ami érdekes. Úgyhogy ott megvan minden. Ugye Elden Ringben megvan minden. Ott még lógok egy DLC All Boss Run-nal. Mert nem is All Boss Run, hanem egy 100%-olással. Mert a DLC-t még nem 100%-oltuk. Szóval ami még hiányzik, az a DS2, meg a Elden Ring DLC 100%. Ez a két dolog, ami hiányzik, úgyhogy valószínűleg ez fog következni. Meg szegény NPC-k ugye a DLC-be, így van, tehát azt ugye a 100%-olásnak része a NPC questek. Hát, majd meglátjuk, melyik vonalon megyünk a NPC questekkel, mert ott ugye nyilván lehet több felé menni, de mondom, ott már most már guide szerint fogunk menni, és akkor tényleg kimaxoljuk, ahogy csak lehet. Ja. Úgyhogy alapvetően ez fog következni, hogy hát majd kiagyalom, hogy mi legyen a következő, hogy Elden Ring DLC 100% vagy Dark Souls 2. De lehet, hogy a Elden Ring DLC az, ami úgy könnyebbnek tűnik, talán. Meglátjuk. Nem holnap, az biztos, hogy nem holnap. Holnap szerintem este nyomunk egy kis könnyed Stellar Blade-et, mert emészteni kell a Dark Souls 3-at. Én nagyon-nagyon élveztem, megmondom őszintén. Most egy kicsit úgy beszélünk a DS3-ról, hogy kérdezte Nevermind, hogy ez vagy a Elden Ring. Hát nagyon nehéz. Tehát nagyon szoros verseny. Az Elden Ring tulajdonképpen annyiban... Tehát hogyha ha valamerre borulhat a dolog, az csak azért, mert az Elden Ring az mondjuk legalább kétszer akkora, mint a Dark Souls 3. Legalább kétszer akkora. Alapvetően szerintem el lehet mondani, hogy az összes From Software Souls game az így mindig jobb és jobb és jobb, és csiszoltabb bizonyos értelemben. Az Elden Ring talán annyiban jobb, hogy a kezdő játékosoknak is hozzáférhető. A kétszer akkorában benne van az open world lovaglás is. Hát lehet. De... Hát, meg kéne nézni, hogy melyikben van több map. Az biztos, hogy az Elden Ringben számosságban több van, de lehet, hogy időben vannak olyan mapok, amik nem annyira jelentősek, vagy nem olyan hosszúak, vagy nem is tudom. Nyilván az, hogy az Elden Ring Open World az egy hatalmas ugrás. Szerintem így minőségben. Az, hogy mint ilyen gameplay megvalósításban az, hogy ezt az egész Souls-like
dolgot meg tudták valósítani Open World-ben, az tényleg egy nagyon komoly előrelépés. Több az újrahasznált asset meg dungeon layout. Igen, ugye ott tulajdonképpen a dungeon mechanik, tehát azok a dungeonök, amik vannak, ezek a katakombák, az szerintem egy az egyben a Bloodborne dungeon mechanika. Ami nem biztos, hogy baj. Tehát egy az egyben az, csak picit csiszoltak rajta. Ami, mondom, nem probléma, mert szerintem tök jó. Meg tök jól működik. Ugye a Bloodborne-ban igazából csak azért volt benne, hogy tudjál farmolni. Kicsit szintet lépni, meg szinteződni, meg... meg fejlődni, hogyha esetleg egy-egy boss fightnál úgy lassabban halad a dolog. Ami a Bloodborne esetében azért előfordul, mert az, ott azért tényleg nagyon nehezek voltak a boss fightok. De nagyon nehéz tényleg pálcát törni, vagy hogy mondj, nem is pálcát törni, hanem hogy eldönteni, hogy az Elden Ring vagy a Dark Souls 3 a jobb. Én nem tudom. A Dark Souls 3 nagyon-nagyon jó. Főleg ezekkel a DLC-kkel. De úgy önmagában is a base game is nagyon-nagyon jó. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Itt hozzátesz, ha az alapsztori kevés lenne, de nem akarsz NG-t kezdeni. Hát igen. Nem tudom. Elden Ringben a dungeonek, aha. Hát, tényleg nehéz. Az Elden Ring az biztos, hogy... ennek az évtizednek talán a legjobb játéka. Eddig biztosan. Mondjuk... nyilván a versenytársak azért... Nem azt mondom, mert vannak jó játékok, ott volt ugye a God of War Ragnarök, meg... tehát mondom, azért sok játék volt már ebben a évtizedben, amik tényleg nagyon jók, de az Elden Ring azért kimagaslik. Neked a DS3 a legjobb, aha. Hát nehéz. Nyilván az, hogy itt streamben az Elden Ring volt az első Souls game, amit végigjátszottunk, az egy kicsit olyan, úgy nálam felé billenti a mérleget, de nehéz. Bloodborne-hoz várod az update-elt emulátort. Hát nevermind. Sokkal egyszerűbb, ha vesz egy PS-t. Tudom, pénzügyi kérdés, de ja. Menjél dolgozni és vegyél egy PS-t. Hát ne egy gém miatt vegyél, persze. Hát... ja. Na mindegy, úgyhogy mondom, nekem tényleg nagyon-nagyon közeli a kettő. Mindkettőt nagyon élveztem. Mindkettőben voltak nehéz időszakok, fogalmazzunk úgy. De mondom, mindkettő nagyon jó. Tényleg a DS3 is, meg a Elden Ring is. Mondom, az Elden Ring az, ami tényleg a végtelenségig ki van úgymond csiszolva, hogy tényleg olyan könnyen hozzáférhető legyen mindenkinek. Tehát kezdő gamereknek is, olyanoknak is, akik outsiderek, akik sose játszottak Souls gémekkel. Mondom, nekem az első Souls gémem a Bloodborne volt. Hát, kínlódtam vele elég sokat. De átoltam magam is. És tényleg hangulatában én azt nagyon szeretem, továbbra is a Bloodborne-t. Szerintem nagyon jó hangulata van. De jó. Nyilván ilyen production szempontból az Elden Ring az, ami szerintem a legmagasabb szintet képviseli.
Mert tényleg akár technikailag, akár productionbe, tehát hogyha ilyeneket gondoltok, hogy a sztori, a zene, a világok, a design, tehát abban van, az látszik, hogy abban van a legtöbb munka, meg a legtöbb content. Persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az a legjobb. Te a hárommal kezdted, nehéz volt, leszettél hozzá egy cheatet, utána meg nem tetszett. Hát igen, cheattel nem annyira jók azért ezek a játékok. Tehát sokat tesz hozzá az, tehát maga a challenge nagyon sokat tesz hozzá. El tudom magamról mondani, hogy lecsaptam Midirt és Gahalt. Hát igen. Ja. Ez kétségtelen. Na mindegy. Szóval van még azért a Souls Game-ből. Mondom, a DS2-t elkezdjük előről. Szerintem ugyanazt a buildet fogjuk csinálni. Még lehet, hogy a karakterünk külleme is ugyanaz lesz. Tehát lassan elkezdjük azt is, meg akkor DS, vagy a Elden Ring DLC-t még egyszer. Ja. Stopsoros, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a gratulációt. Én is örülök. Maradjunk annyiba. Találkozzunk holnap. Szerintem én is elköszönök. Holnap akkor este nyomunk egy kis Stellar Blade-et, mert amúgy az is szerintem nagyon jó. Függetlenül attól, hogy annak a játéknak olyan részei, amitől kicsit nevetséges, de ezt majd megbeszéljük a végén, majd ha a végére értünk. Nem levél, igen, nem levél hozta a rock. Nem bagoly hozta a Rockforce levelet. Ja, e-mailbe jött. Oké is. Na, még egyszer, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy együtt nyomtuk végig a DS3-at. Hogy lesz-e NG Plus? Ki tudja. Még az is lehet. De az is lehet, hogy egy teljesen new game-et fogunk egy teljesen más build-el. Ezt majd az idő megmondja. Nem mostanában lesz, de szerintem lesz. Oké. Okay. Na, el is köszönök, mert itt a technika az teljesen összefossa magát lassan. Úgyhogy akkor holnap